Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túró részvevőket is. Én Czang Ferenc vagyok, a PPH egyik 8-as szintű vezetője. Tegeződő szoktuk tartani képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól és nemtől függetlenül. Először is boldog új évet kívánok mindenkinek, jelenlévőknek és a nézőknek is egyaránt. Nagyon örülök, hogy felkérést kaptam házigazda szerepre, év első előadásán. A PP előtti foglalkozásom tanulmányaimért tekintve gépészmérnöknek tanultam, viszont már a PPA tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Lébényben élek párommal, egyre boldogabb párkapcsolatban. Ez kezdetben nem volt mindig így. Egy rövid történetet mesélnék, hogy honnan indultunk, és most hol tartunk. Köszönve Szedlacsi Miklósnak és a tanításoknak. Úgy említettem, hogy gépészmérnöknek tanultam, és hát meg voltam arról győződve, mivel elég sokan mondták, tehát már kezdetben, gyerekkoromtól kezdve, hogy tanulj, és akkor majd lesz egy jó állásod. Hát szót fogadtam, szerintem sokan vagytok így, akik nézitek itt is, és a távolban, a interneten is, hogy szót fogadtunk, tanultam, hogy majd lesz egy jó állásom, és egy ismerősömtől hallottam, hogy igazából nem állásban, hanem mozgásban kell lenni. Akkor kicsit fölfigyeltem, hogy akkor valami nem volt oké ezzel a mondattal. Viszont mivel sokszázszor elmondták nekem gyerekkoromban is, ezért ez egy programként működött bennem, és ez szerint éltem az életemet. Elvégeztem középiskola, főiskola, elhelyezkedtem egy munkahelyem, és utána jött a felismerés, hogy dolgoztam, reggel elmentem, este hazajöttem, volt bent túlóra, hétvége, ügyeletvállalás, mindenféle, egy mobiltelefongyártó cégnél, és azt vettem észre, hogy anyagilag megvolt minden, viszont mégse volt meg, mert nem éreztem jól magam azáltal, hogy a párom nem érezte jól magát. Közben születtek gyermekeink, két lányunk van, most már 13 és 15 évesek, és nagyon azt vettem észre, hogy egyre kevésbé működik az, amit én szerettem volna. Mit szerettem volna? Azt szerettem volna, hogy van egy jó állás, akkor anyagilag úgymond nem probléma, minden szükségletünk megvolt, viszont azt vettem észre, hogy hát a párkapcsolat és a családi élet hát nem úgy alakult, ahogy azt terveztem. Viszont én mindig olyan beállítottságú voltam, hogy szerettem az egész családnak a biztonságát megteremteni, ezt kötelességemnek tartottam mindig is, viszont ez nem így működött. Gondolkodtam, hogy ennek mi lehet az oka. És akkor is elkezdtem már keresgetni, ez volt 2001-től kezdve, igen. Hát én már több mint 20 éve. És azt vettem észre, hogy a párkapcsolatunk egyre nehezebb fenntartani, egyre nehezebb jó hangulatot tartani otthon, és ez rátette a bélyegét minden napjaimra. Ez olyan szintet ért el, hogy amikor nekem el kellett menni több napra dolgozni, volt, hogy kiküldetésben volt egy hét is, akkor én az volt bennem, hogy jó, most itt vagyok, ennek meg lesz a anyagi vonzata, és akkor minden rendben lesz otthon. Viszont ez pont ellenkezőleg sült el, és most itt van párom, és tudja ezt bizonyítani, mert nem hibáztatom ezért, és azért se, hogy akkor, amik otthon történtek, mi én nem voltam otthon, ő otthon volt két gyerekkel, akkor ő neki az milyen nehéz volt, és akkor nem értettem, hogy miért kapok olyan telefonokat, hogy ez meg ez történt otthon. Mondok egy példát, vettünk egy szép pavilont, esett a hó, mert tél volt, és beszakadt. Beszakadt a tetej, hát nyilván nem bírta azt a, mit tudom én, hány száz kiló súlyt, beszakadt. Én otthon nem voltam,
nem is tudom, hol voltam akkor, Ukrajnál, vagy valahol, akárhol. Hát onnan nehezen tudtam volna bármit csinálni, viszont ő otthon volt a két gyerekkel, és nem volt neki egyszerű az élet, mert háztartást vinni kellett, a két gyerek nevelését vinni kellett, és akkor összedőlt mondjuk egy pavilon, és nyilván akkor kijött belőle, ami ha én az ő helyébe vagyok, most a tanítás után már tudom mondani, hogy ha ő helyébe lettem volna, ugyanígy működtem volna. És azért most így nem hibáztatom. Akkor nem tudtam, hogy miért viselkedik így, mert az volt bennem, hogy én mindent megteszek, dolgozok azért, minden meglegyen, és fordítva sült el az egész. És akkor fejembe vettem, hogy itt valami nem jó. De hát ez volt 20 évvel ezelőtt. Akkor elkezdtem keresni egy olyan lehetőséget, hogy ne kelljen 3-4 napig távol lennem, na akkor váltsunk munkahelyet. Jó, váltottam munkahelyet, lett egy másik munka, hát sokkal jobb nem lett. Akkor elkezdtem utána járni annak, hogy biztos van egy olyan lehetőség, ami megadja azt, amit én szeretnék. Megadja azt, hogy boldogság legyen otthon. Megadja azt, hogy anyagilag is, és érzelmileg is otthon rend legyen. Akkor ismertem meg egy MLM céget, akik azt mondták, hogy itt aztán minden rendben lesz, minden megoldódik, amit én szerettem volna. Hát megint csak nem így lett, azért, mert az eredeti munkám még megvolt, és ott a óraszámot teljesíteni kellett ügyelettel minden hétvégi vállalásra, többnapi munkával, mindennel együtt. Mellette elkezdtem az MLM-et építeni. Azt meg, ha valaki már volt MLM-ben, akkor tudja, hogy akkor 2-3 évig nincs család. Nincs család, tehát 2-3 évig azt kellett volna csinálnom, amit nem szerettem volna. Hogy még kevesebbet vagyok otthon, még megy lefele a párkapcsolat, még megy lejjebb az otthoni hangulat, és meg kellett lépni, mert nem volt más lehetőség akkor. És az odáig fajult, hogy, ezt most őszintén mondom nektek, odáig fajult, hogy olyan szinten megromlott a kapcsolat, hogy a válás ténye is fennforgott. És akkor innen visszanézve megint csak nem csodálkozom rajta. Nem csodálkozom rajta, mert valószínűleg én is így tettem volna, mert otthon lenni olyan kilátástalannak tűnhetett a dolog. Ha én se vagyok otthon, és nincs olyan segítség, nyilván nagyszülői segítség volt, de az nem ugyanaz. És hála a teremtőmnek, hát most már innen 5 éve rátaláltam Szedlacsi Miklós Nyílt Akadémiájára egy barátom által, ami által meg tudtam azt tenni, hogy nyilván kellett hozzá 1-2 év, viszont úgy tudtam megtenni, hogy nem kellett annyi plusz energiát beletenni, most ne értse félre senki, nem időbe bele kell tenni, viszont más az, hogy el kell járni, más az, hogy úgy kell tölteni az időt, hogy mégse vagyok otthon, viszont itt otthon tudok lenni mind a előadások, a tanítás révén, mint a ezt csatlakozó munka révén, és így 5 év távlatából el tudtam érni azt, hogy kezdünk kijönni belőle, sőt, most már nem kezdünk kijönni belőle, már kijöttünk a mély gödörből, most már tudjuk azt tenni, amit valójában szeretnék, közösen tudjuk tenni, amit szeretnénk, meg tudom adni azt, amit ő szeretne, a párom, mert ha ő jól érzi magát a családba, akkor mindenki jól érzi magát a családba, de ezt nem tudtam. Ezt is ide kellett jönni a PPA-t tanulni, hogy ezt megtudjam. Mert az interneten ezt senki nem mondta el. Viszont ezt most már megtapasztaltam élőbe, megtapasztaltam tehát minden napunkban, és erre büszke vagyok, hogy ideig elértünk. Mert szeretet volt mindig, viszont amikor kilátástalannak tűnik a helyzet, akkor hiába van szeretet, ha nem tud mit kezdeni vele az ember. Most viszont már ott tartunk, hogy ebből kijöttünk, de ez kellett a tanítás, kellett az a képzés, az a tudásanyag, amit Szedlacsi Miklós tud átadni. Nem találtam interneten, pedig kerestem, elhihetitek, és nem találtam olyan embert, olyan tanítót, aki ezt ilyen szinten, lépésről lépésre, ekkora türelemmel meg tudja tenni. Úgyhogy büszke vagyok arra, hogy mi megtettük, neki pedig köszönöm, mert nélküle nem lennénk itt. Ha most nem lett volna az a tanítás, az a tudás, az a türelem, amit felénk adott Szedlacsi Miklós mesterünk, akkor én most nem állok itt, akkor nincs egy egész család, sőt nem boldog család, hanem semmi nincsen,
és lehet, hogy még egészség sincsen, és akkor van két különálló ember, meg két lelki nyomorék gyerek. Ezzel ellentétben most van egy összetartó család, sőt, tudom mondani, hogy már a PPH-nál tanul mindenki, úgyhogy ennél jobb érzés nincsen. Úgyhogy ha te a monitoron otthon nézed az előadást, és valami hasonló helyzetben van ismerősöd, akkor nyugodtan mondd meg neki, hogy van itt egy lehetőség, amivel ezt át lehet fordítani hatalmas mértékű pozitív mértékbe. Ennyit szerettem mondani, mert ez úgy érzem, hogy ez a nap, minden napokban ez probléma, a párkapcsolat, meg a pénz. A pénz megint csak egy olyan sarkalatos pont, amit megint csak Szedlacsi Miklóstól tanultuk meg kezelni, helyesen bánni vele. Erre, hát akkor rosszul esett, meg nem tudtam, hogy miért kaptam, viszont most már tudom, és köszönöm a fentieknek, hogy kaptunk egy bankhitelt. Amiben megint csak majdnem beleroskadtunk, de nem, mert sőt, ez még a párkapcsolati problémákat megfejelte, tehát egy időbe kaptuk mind a kettőt, viszont így együtt ki tudtunk jönni belőle. Úgyhogy emberek maradtunk, egészségesek maradtunk, anyagilag nem dőltünk össze, a ház is megmaradt, minden megmaradt, sőt, pozitívan jöttünk ki belőle. Úgyhogy nekem bárki tud bármit mondani Szedlacsi Miklósra, mutasson még egy ilyen embert, és akkor rendben van, de én nem tudok. Aki ennyi türelemmel, akkor a segítséget tudott nekünk adni. Jó. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most pedig szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsi Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem, hogy mindenkinek jó volt az előző év. De azt kívánom mindenkinek, hogy annál jobb legyen. Ugye tudjátok, hogy milyen évünk volt? Egy 6-os évünk volt, így van. Ahol ugye azok tudtak jól működni, azok jól érezhették magukat a bőrükben, akik kellő szeretetet bocsájtottak ki magukból az emberek irányában. Tehát azok, akik ezt megtették, azoknak az előző év az jó év volt. De most január 1-től most megváltozott az egész. Persze ugye miért volt ez a szeretet éve? Ugye azért volt, hogy az ember megtanuljon szeretni. És ugye egy olyan évbe kerültünk most bele, amihez szükséges, hogy az ember azt a tapasztalatot, amit a szeretet révén gyűjtött, azt itt felhasználja. Tehát az emberek jó része azt gondolja, hogy úgy lehet előre haladni az életben, hogy mások kárán. Sokan azt gondolják, hogy úgy lehet előre haladni az életben, hogy így törtetve, másokat elnyomva, akár eltiporva, vagy mások vállán keresztül mászva jutni el
egy magasabb szintre. Most, hogy milyen magasabb szintre, azt mindenki értse jól természetesen. Pedig most egy olyan évünk indult mától, ugye immárom, tudom én, lassan 19 órája, hogy céltudatosnak kell lenni. A céltudatosság az azt jelenti, ugye hetes év van, a céltudatosság pedig azt jelenti, hogy mivel lehet elérni azt, hogy az ember a céljait megvalósítsa, mert ugye a hetes év az két értelmű, de nem két értelmű, hanem két értelmű, és egymásra épülő. Na most, a hetes az a szellemi vezető, és a céltudatos. Tehát a céltudatosságot, a célok elérését akkor tudja az ember megcsinálni, hogyha képes arra, hogy szellemi vezetőként működjön. Aki ebben a hetes évben ezt figyelembe veszi, és ennek alapján működik, akkor a hetes év nagyon sikeres lesz az ő számára, és jól fogja magát érezni a bőrében. Mit jelent az, hogy siker? Nézzük meg. Hoppá, ajaj, bocsánat, itt ezt nem ide volt kattintva. Nézzük meg, mit jelent az, hogy siker. Azt jelenti, hogy ezeken az területeken az ember sikeresen boldogul. Ez jelenti a siker. Oké? Na most tehát ahhoz, hogy a hetes évben sikeresen boldoguljon az ember, céltudatosnak kell lenni, de hiába vagy céltudatos, ha nincsenek céljaid. Tehát, ha vannak céljaid, azokat a célokat akkor tudod megvalósítani a következő időszakban, hogyha képes vagy szellemi vezetőként működni. Na most, szellemi vezetőként nem tudsz autót vezetni, mert az fizikai vezetés. Szellemi vezetőként semmilyen anyaggal kapcsolatos dologban nem tudsz jó lenni, mert az anyagi vezetés. A szellemi vezetés az kizárólag azt jelenti, hogy emberekre szellemi hatást úgy gyakorolsz, hogy követnek. Világos voltam? Tehát, hogy követnek. Ha az emberek követnek, akkor mind anyagilag, mind az összes, ez az anyagilag, ez a hetedik, mind az összes területen eredményeket tudsz létrehozni, méghozzá olyan eredményeket, ami számodra elhozza azt, hogy jól érezd magad ebben a következő 12 hónapban. Ha ezt nem fogod teljesíteni ebben az évben, akkor ez az év nem boldogságot hoz a te számodra, nem azt hozza, hogy jól érezd magad a bőrödben, hanem nehézségeket fog létrehozni. Oké? Nem kell ezekre hallgatni, amit én mondtam most, de ez akkor is így lesz. Jó? Ha megpróbálod bebizonyítani, hogy ennek az ellenkezőjét, amit most én elmondtam, az a te problémád lesz, nem az enyém. Oké? Nekem tök mindegy, hogy te hogy működsz az életedben. Tudod mit? Neked nem mindegy. Oké?
te hallgathatsz akár kire, nekem az is mindegy. Én tudom, amit tudok, és tudom azt, hogy amit én elmondok, amivel embereknek tanácsokat adok, az működik. Akik nem fogadják meg a tanácsaimat, azok úgy jártak. Oké? De azért én nem sértődöm meg, hogyha valaki nem fogadja el a tanácsomat. Sőt, nem is bánkódom rajta, hanem egy jót mosolygok magamban, szó szerint. Mert tudom, hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha valaki bénán működik a saját életében, főleg úgy, hogy működhetne helyesen is. Tehát az, hogy helyesen működjön valaki, annak az érdeke, magának a személynek az érdeke. Tehát elsősorban a tanácsadó az tanácsot ad, mert van bennünk egy olyan segítőkészség, ez nem minden emberben van, a nagy egójú emberekben ez kisebb. Van bennünk egy olyan segítőkészség, amely ugye azt okozza, hogy segítsünk másoknak. És ha valaki annak ellenére, hogy segíteni szeretnénk olyan tanácsokkal, ami által könnyebben boldogul az életében, nem fogadja el ezeket a tanácsokat, az nem a mi problémánk, hanem az adott illetővé. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy tudnak majd téged ebben az évben követni, ugye, hogyha szellemi vezető leszel. De egy szellemi vezető, ha nem szereti az embereket, akkor nem fogják követni. Tehát, hogyha az előző évben nem gyakoroltad be kellőképpen a szeretetet, hát akkor ez az éven nem lesz annyira könnyű. Ugyanis az évek működése egymásra épülő. Ezáltal nem véletlen, mikor azt mondom, hogy ahhoz, hogy lényegi változást, nagyon lényeges változást elérjen egy ember a saját életében, olyanná váljon, aki képes szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni másokkal, ahhoz kell 9 egymásra épülő év. Oké? Megint ebben lehet vitatkozni. Én meg tudom, hogy így van. Oké? De megvitatkozz szépen magadban nyugodtan, semmi gond nincs ezzel. Jó, tehát lényeg, hogy én az élettel kapcsolatban olyan törvényszerűségeket ismerek, amit én átadok azoknak a személyeknek, akik itt tanulnak. Akik meg nem tanulnak itt, azok így jártak. Ennyi. Tehát csodálatos dolgot végzünk, egy újfajta társadalmi formát szeretnénk létrehozni. Ez az újfajta társadalmi forma, ez egy elnyomásmentes társadalmi forma. A fentiek azt mondták nekem, hogy nekünk az a dolgunk, hogy az embereket tanítsuk. Elsősorban etikus életre. Elsősorban. Ha ezt megtesszük, akkor ők gondoskodnak arról, hogy akik nem akarnak fejlődni és tanulni, azok ne szóljanak bele ebbe a kérdésbe. És ha kell, kivonják őket a forgalomba. Oké? Szó szerint. Ezt, hogy hogy vonják ki a forgalomba, ez nem a mi dolgunk, hanem az övéké.
Én eddig azt tapasztaltam, hogy ez a kivonás lehet például valami olyan betegség, amiből lehet, hogy sose gyógyul ki, egy olyan baleset, amiből sose gyógyul ki, olyan dolgok, ami olyan szintre viszik, tehát olyan mértékű problémák, ami olyan szintre viszi, hogy képtelen mással foglalkozni, csak a saját problémáival, vagy a legvégső esetben kivonják az élők sorába. Oké? Szóval ezeket én megtapasztaltam, hogy ezeket csinálják a fentiek. Ezt se kell nekem elhinni. Tehát, hogy mit hiszel, az a te jogod, azt hiszel, amit akarsz. Én meg tudom, amit tudok. És bárki, aki nekem meg akar magyarázni dolgokat, az ellenkezőjét annak, amit én tudok, akkor nagy tévedésben él, hogy azt hiszi, hogy ez engem érdekel, hogy ő mit gondol, vagy mit mond. Oké? Jó, szóval lényeg az, hogy egy újfajta társadalmi forma az, ami várhat az emberiségre. De ezelőtt, az újfajta társadalmi forma előtt, hát még mélységekbe kell levinniük az embereket. És ez a mélységekbe való levittel, ez elindul. Milyen a mélységekre? Szellemi és anyagi mélységekre gondoljatok. Tehát a szellemi mélység az az elhűlés, társadalmi szinten, az anyagi mélységek pedig az elszegényedés. Ugyanis az embereknek, egy jó részének valahogy akkor jön meg az esze, amikor a mélységekbe kerülnek. És addig nincs. Bár ők nagyon azt gondolják magukról, hogy van, de ahhoz van, hogy túléljenek. De az, hogy egy ember túléljen, ahhoz nem ész kell, hanem ösztön. Márpedig az állatnak is van túlélési ösztöne. Jó? Tehát ahhoz nem kell ész, hogy egy élő lény túléljen. A fák is túlélnek, a növények is túlélnek, és nincs eszük. Szóval, ha valakinek az a legfontosabb dolga ezen a bolygón, hogy túléljen, akkor nem sokkal jobb, mint bármilyen más élőlény a Földön. Oké? És ebben nem bántani akarlak, most ne érts félre, hanem azt gondolom, hogy hát ha ezeknek a mondatoknak hatására azt gondolod, hogy van annál fontosabb is, mint hogy egyszerűen túléljünk. Mert mi a túlélés? Nagyon érdekes ez a túlélés kérdése, például kell hozzá levegő, nem? Kell hozzá víz, nem? És ezeket be kell vinni a szervezetbe. Kell hozzá élelmiszer, nem? Kell hozzá ruha, hogy ne fagyja meg, vagy ne süljél meg, attól függ, hogy hideg van, vagy meleg van, nem? Kell, hogy fedél legyen a fejed fölött, hogy az időjárás viszontárságait túléld. Esetleg kell egy család is, nem? Mert az ember az egy társas lény. Tehát nagyon ritka az olyan ember, aki képes, mondjuk mikor felnőtté válik, onnantól, hogy eltávolzik az élők sorából, egyedül leélni az életét. Ez nagyon ritka. Tehát ha valakinek például nincs párja, akkor is keresi a legtöbb ember a társaságot. Akkor bemegy valami közösségbe, vagy beszélget a szomszédokkal, vagy bármi, vagy beszélget a távolabbi rokonaival. Bizonyára találkoztatok ilyen emberekkel, akiknek nem lett párjuk, próbálkozásuk volt a párkapcsolatban, azt egyszer csak feladták, azt utána már nem lett párjuk, és ezáltal családjuk se természetesen. Tehát az emberek nagyon nagy része az nem egyedül éli le az életét, még akkor se, ha nincs párja.
Tehát nézzetek körül, rengeteg olyan embert ismerhettek, akinek nincs párja, és már megint, tehát idősebb lett, és már nem is lesz párja, de akkor sem egyedül él, érted? Hanem kapcsolatban van emberekkel valamilyen szinten, oké? Tehát ez azt jelenti, hogy az ember egy társas lény. Tehát a család az elég fontos az ember számára. Mondhatjuk azt, hogy az a túlélés egyik eszköze. De hát a állatoknak is van családjuk. Hát egész komoly olyan állat mennyiség van, különböző fajok, amelyik családban élnek. Mert ugye úgy biztosítják a túlélést, mert családban könnyebb a túlélés, mintha az ember egyedül él. Tehát ugye én ezt megtapasztaltam, és bizonyára ti is megtapasztaltátok a múltban, hogy amikor egyedül voltál még, és csak neked volt saját jövedelmed, tehát a saját jövedelmedből éltél, hát akkor mire futotta anyagilag? Majd amikor párod lett, és kettőtöknek lett jövedelme, akkor mennyivel előrébb jutottatok anyagilag? Tehát ami azt jelenti, hogy ketten előrébb lehetett haladni, mint egyedül. És ez egy természetes dolog. Persze, hogyha az egyik csak másiknak a haszonélvezője, akkor ez nem biztos, hogy így van. De ha mind a kettő beleadja magát abba a párkapcsolatba, és a párkapcsolat előre haladásába, akkor természetesen ez jól működik. Tehát ezek mind túlélési dolgok. Az embereknek az is túlélés a legtöbb embernek, hogy gyereke lesz, hiszen akkor a gyerekeiben is valamilyen szinten túlélnek az emberek, a gyerekeikben. Szóval, de mi azért többek vagyunk, mint ugye a többi élőlény. Jó, a többi élőlény nem tud olyat csinálni, hogy ruhát var magának. De van, amelyik tud magának házat építeni. Az lehet, hogy egy odú, lehet, hogy egy fészek, de képesek erre. De ruhát nem tudnak varni, az biztos. De tudnak levegőt venni, tudnak inni, tudnak táplálkozni, tudnak családot létrehozni, tudnak utódokat létrehozni. Tehát ebben nagyon hasonlít az ember ugye általában a fejlettebb élőlényekhez. De azért én úgy gondolom, hogy az ember azért ennél több. Hát egy állat nem fog elgondolkodni azon, hogy hogy került ide a földre. Nem? Miért pont ebben az életben van? Nem fog ezen elgondolkodni. Egy állat azon sem gondolkodik el, hogy miért azok a szülei, akik. Azon sem gondolkodik el, hogy miért azok a gyerekei, akik. Ilyen nem fog elgondolkodni. Egy állat se. Hát én azt látom, hogy az emberek jó része sem nagyon gondolkodik el ezen. Pedig ebben kereshető az életünk értelme. Hogy mi volt veled azelőtt, mielőtt ebbe a testedbe voltál, vagy kerültél? Mi volt veled azelőtt? Miért pont abban a családban születtél, amiben születtél? Hát most gondold végig, mikor azt mondják, hogy van egy jó Isten. És az a jó Isten, mielőtt leszülettünk, megteremtette az embert. Nyilván, mint fajt, és ő teremtette meg, ugye? Ezt tanítja. Tehát ugye
olyan tanítások is vannak, hogy mielőtt a ugye a test létrejött volna, hát meg kellett teremteni a lelket a jóistennek, és ez a jóistenben benne van a nevében, hogy jóisten, nem? És ez a jóisten tényleg jó, ha megnézed, mert az állatokat, a növényeket, egy fajon belüli állatokról beszélek, és egy növényeken belüli fajról beszélek, tehát ami azt jelenti, hogy körülbelül azonosnak teremtette. Tehát nézd meg, mit tudom én, a tölgyfa, az tölgyfa itt is, ott is, amott is, ahol tölgyfa meg tud maradni, meg tud élni. A fű, itt is, ott is fű, ahol meg tud élni. Oké? És azokon a területeken a fű az hasonlóan néz ki. A tölgyfa is hasonlóan néz ki, a kutyák is hasonlóan néznek ki, a rókák is hasonló körülmények közé születnek. Érted? És azon nem kéne elgondolkodni, hogy az emberek akkor, ha van egy jó Isten, amelyik teremtett bennünket, miért nem azonos körülmények közé születnek? Az egyik miért születik nehezebb családba, a másik miért születik könnyebb családba, az egyik miért születik szegény családba, a másik miért születik gazdag családba, az egyiknek miért van, mit tudom, jó dolga gyerekkorában a szüleivel, a másikat miért nyomják el a szülők. Szerinted ez igazságos, hogy az állatok azok körülbelül egy, tehát fajonként, ha megnézed, körülbelül egy körülmények közé születnek, az ember meg a hány ember, kivétel a testvérek, gyakorlatilag mind más körülmények közé születik. De még ha a testvéreket is megnézzük, sok esetben még azok is más körülmények közé születnek, hiszen megnézed, nem lesznek még a testvérek sem egyforma működésűek, mikor felnőnek. De megnézed az állatokat, tehát a rókák, azok rókáként működnek, ha felnőnek, független attól, hogy hova születtek, érted? Nyilván, ha mondjuk állatkertbe születik, lehet, hogy akkor másként működik, de hát gondold végig, hány százaléka születik állatkertbe mondjuk a rókáknak. De egy nagyon kis százaléka. Na szóval gondold végig, hogy ők mikor felnőnek az állatok, mikor felnőnek a növények, azonos életet élnek úgy nagyon. Érted? Nem ahány ember annyiféle élet. Tehát magyarul az a jó Isten az emberekkel ki akart baltázni? Vagy mi a jó Isten? Gondold végig. Hát csak azért mondom ezt, hogy gondolkodj. Gondolkodj te leginkább, aki azt gondolod, hogy egy életed van és egy halálod van. Aki te így gondolkodsz, gondolkodni kellene, hogy miért, hol van abban az igazság, hogy mindenki más körülmények közé született, és ezáltal más lesz felnőttként. Az egyiknek könnyebb lesz felnőttnek lenni, a másiknak meg sokkal nehezebb lesz felnőttnek lenni. De miért? Mert teljesen más körülmények közé született. Tehát ha mi is úgy jártunk volna, mint az állatok, hogy gyakorlatilag mondjuk a rókák azonos körülmények közé születnek, a cinkék azonos körülmények közé születnek, és sorolhatnám, akkor azt látod az állatoknál, hogy azonos módon működnek felnőtt állatként. De az ember nem. És nem azért, mert az ember születésénél fogva nem egyforma, hanem azért, mert teljesen más körülmények közé születünk. És ezáltal, mivel teljesen más körülmények közé születünk, másként boldogulunk az életünkben. Ez ugyanolyan, mintha te egy állat
teljesen más körülmények közé születik, mondjuk fogságban születik, mondjuk egy róka, akkor nem tanul meg vadászni. Érted? És kiengedik a szabadba, és éhehal. Éhehal. Érted? Előtte, mielőtt kiengedik a szabadba, meg kell tanítani vadászni a rókát, mert különben éhehal. Tehát látni, hogy az állatoknál is a teljesen más körülmény, teljesen más felnőtt életet eredményez az állatok esetében. Ugyanez az ember. Azért vagyunk másak, azért működünk másként, mert teljesen más gyerekkort éltél meg, mint más. Most gondold végig, akkor onnantól kezdve, de miért kellett az embernek teljesen más körülményt megélni? Miért? Miért nem korcsosultak úgy el az állatok, mint ahogy az ember? Tehát mit értek ezen, hogy értsd ezt az elkorcsolást? Azt jelenti, hogy az állatoknak a szülei is ugyanúgy működtek. Érted? A cinkeszülők ugyanúgy működtek mindenütt. A rókaszülők ugyanúgy működtek mindenütt. Az emberszülők nem. Az emberszülők mindenütt elkezdtek másként működni, tehát mondhatjuk azt, hogy elkorcsosultak. Mert minek lehetne ezt másként mondani? Tehát ha mindenki ugyanazt az elvet követné, úgy nevelné a gyerekét, mindenki a bolygón, akkor nagyon-nagyon hasonló működésünk lenne mindenkinek. Ugyanúgy, mint az állatoknál. A fajon belül természetesen. Tehát, de miért van ez így? Hát ha van teremtő, én tudom, hogy van, de ha van teremtő, és te nem hiszel benne, akkor hol itt az igazság? Ja, és akkor elfogadod azt, hogy a Földön nincs igazság? Ja, mert nem is keresed az igazságot. Aha. Tehát te hülyén akarsz meghalni. Nem keresni kéne az igazságot? És mi az igazság? Gondold végig. Hát csak akkor lehet különbség a születések között, hogy valami miatt neked más körülményekkel közé kellett születned, mint másnak. Oké? Miért? Hát akkor elgondolkodhat az ember azért azon, hogy miért. Hát csak azért, mert volt előző életed. Az állatnak meg nem volt. Világos ez? És nem a testednek volt előző élete, mert az elrohadt, vagy elégették. Hanem akkor minek? Tehát van benned egy olyan fajta más működés, ami az állatokban nincs. Mi nincs az állatokban? Az állatoknak van. Inkább nézzük először azt, hogy miben vagyunk azonosak az állatokkal. Abban, hogy van életenergiánk. És amikor az életenergia kiszáll, akkor meghaltunk. Az állat is, a növény is, mi is. A kőben nincs életenergia. Abban nincs. De az élőlényekben van életenergia. És amikor az életenergia kiszáll egy élőlényből, akkor az a élőlény elpusztul. Ebben azonosak vagyunk. Sőt, a fejlettebb állatokkal is azonosak vagyunk. Vannak ösztöneink. Az állatoknak is vannak, nekünk is vannak ösztöneink. Mit jelent az ösztön? Az azt jelenti, hogy a megélt dolgok, illetve a szülői megélt dolgok genetikusan öröklődnek, a szülői megélt dolgok genetikusan öröklődnek, ez végig egymás után, nyilvánvaló, átmegy
az újszületbe is, ez a genetikai öröklődés, és utána vannak megélt dolgok, amit minta alapján vagy tanulás alapján elsajátít, és annak alapján működik. De nem tud más alapján működni, mert nem tudnak az állatok gondolkodni. Tehát ha egy váratlan helyzetben egy állat totál elbizonytalanodik, mert nem tud gondolkodni. De mintha én ezt az embereknél is szoktam látni, hogy váratlan helyzetekben teljesen elbizonytalanodnak. Miért? Mert nem szedik elő a gondolkodásukat. Ilyen egyszerű. Mert az ember képes lenne előszedni a gondolkodását. Mert neki van, az állatnak nincs, a növénynek nincs gondolkodása. De az embernek van. De egy kérdés van, hogy eszébe jut-e, hogy gondolkodnia kellene. Hát nem jut eszébe, nem tud gondolkodni. Érted? Ez összefügg ez a dolog. Hát akkor jut eszébe az embernek, hogy gondolkodni kellene, ha tud gondolkodni. Mert az már egy gondolat, hogy gondolkodja. Érted? És a legtöbb embernek még ez se jut eszébe, hogy gondolkodj. Mit tudom én, ha a hölgy illetőségű valakiről van szó, akkor azt mondja magára, hogy Bözsi, gondolkodj. Ha mit tudom én, férfi, akkor azt mondja magára, hogy Gyula, gondolkodj. Érted? Mit kellene ezekben a, vagy ebben a helyzetben tenni? A legtöbb embernek eszébe se jut ez. Miért? Mert nem tud gondolkodni. És hogy nem tud gondolkodni? Hát az egyik miért tud, a másik miért nem? Mert más élethelyzeteket éltek meg. Az egyik nem jutott olyan mélyre, szellemi és anyagi szinten, hogy ne tudjon gondolkodni. A másik olyan mélyre jutott szellemi és anyagi szinten, hogy nem tud gondolkodni. Ilyen egyszerű. Érted? Tehát ezek pofon egyszerű dolgok. És akkor nézzük tovább. Tehát itt vagyunk mi emberek, és keresni kellene az életünk értelmét. Miért abban a családban születtünk? Ugye ezzel kezdtem. De gondold végig, egy ember, amely mélyre süllyedt szellem és fizikai szinten, az gyakorlatilag nem tud gondolkodni, és nem jut ilyen eszébe, hogy gondolkodjak azon, hogy mi is az életem értelme. Mert nem csak az, hogy túlélés, mert akkor azzal az állattal egy szinten vagyok. Az állatokkal egy szinten vagyok. Hanem annál több az életünk értelme. De vajon mi lehet? És akkor nem jut eszébe, hogy azt mondja, hogy utána nézek mondjuk az interneten, mert lehet, hogy nem is használ internetet. Utána nézzen az interneten, hogy milyen szó lehet még az életünk értelmére. Milyen rokon értelmű szó, vagy szinonima. És akkor elkezdeni nézegetni, és akkor utána beütné azt az internetbe, amit kiad az életünk értelmére. És akkor azt mondja, hogy jé, van olyan szó, hogy ember küldetése. Egy személy küldetése. De érdekes, mi lehet az? És akkor találkozna az illető olyannal, hogy kideríthető, hogy ki milyen küldetéssel született le erre a bolygóra. És akkor képzeld ilyet találni, és akkor így, hú, lehet ilyet találni. Hát ez valami fantasztikus. És akkor az ember elkezdene kutakodni ebben a témában.
És egy csomó ember van, aki ilyen dolgokat tanít a bolygón. Pénzért természetesen, nem ingyen. Mert valahogy én az interneten nem találtam olyat, hogy valaki ingyen mondjuk megkapná azt, hogy mi a küldetése. Vagy nagyon ritka ilyen. Interneten nem is lehet ezt, hanem fizikai kommunikáció révén lehet ezt elérni. Szóval, mi a küldetés? Mit jelent az küldetés? Ugye rokon értelmű szó. Mi az életem értelme? Tehát valami akkor értelmes számodra, hogyha azzal rendelkezni tudsz. Ha nem tudsz rendelkezni, akkor tök mindegy neked, hogy van, vagy nincs, nem? Most gondold végig. Van a levegőben nitrogén, ugye az egy gáz. Holt nem érdekel minket, hogy van benne nitrogén, mert semmi dolgunk nincs vele. Érted? Tehát az ember azzal, amivel nem rendelkezik, amihez semmi köze, az azt mondja, hogy kit érdekel. Így működünk. Világos ez? De az, hogy van a levegőben oxigén, az fontos, mert az létszükségletünk. Érted? Ugye az sem nagyon érdekel minket, hogy mennyi CO, széndioxid vagy szénmonoxid van a levegőben. Csak addig nem érdekel, míg kevés van. Ha túl sok keletkezik a levegőben ilyen, akkor nyilván megfullad az ember. Akkor már érdekel. De addig az ember nem érdekli. Tehát csak azért mondom, hogy értsd meg, hogy az embert az érdekli, amivel rendelkezik. Érted? Bár ugye sok ember rendelkezni akar olyan információkkal is, ami nem jobbít az életén, hanem ront. Ezeket úgy hívják, hogy rossz hírek. Találkoztam már ilyennel? Hányan haltak meg itt, mit tudom én, buszbaleset volt éppen nemrég valahol a világban, és mit tudom én, felsorolták, hogy hányan haltak meg, hányan sérültek meg abban a buszbalesetben, vala a világ túlsó felén. Ki a francot érdekel? Az a lényeg, hogy én nem voltam ott, meg ismerősöm, rokonom nem volt ott. A többit nincs részem benne, kit érdekel. Eddig is meghaltak emberek, hát gondold végig, a bolygón naponta szerintem milliók halnak meg. De milliók is születnek. Hát ez a természet rendje. Most, hogy ki mibe hal meg, hogy természetes halálba vagy buszbalesetbe, nem tök mindegy, valakinek meg kell halni, így vagy úgy, nem? Az, hogy mit mérnek rá, hogy ő buszbalesetbe hal meg, vagy természetes halálba, ez attól függ, hogy milyen élete volt. Ez tényleg így van. Nem kell ebbe se hinni. Te hiszel azt, amit akarsz, én meg tudom azt, amit tudok. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, itt vagyunk a világunkban, és a legtöbb ember lehet, hogy gyerekkorában elgondolkodott azon, hogy mi lehet majd az életem értelme, de felnőttként ezt úgy kiszedték a fejéből, és eszébe sem jut, hogy meg lehetne tudni, hogy mi az élet értelme. Nem az élet értelme, a te emberi, jelenlegi emberi életednek az értelme mi. Tehát ugye az imént mondtam, hogy az az értelme számunkra, amivel rendelkezünk. Oké? Amihez semmi közöd, ezt most kit érdekel. Érted? Na most, de ez ugye mit jelent, hogy mi az életünk értelme, akkor ezzel rendelkezni kellene. Ugyanis az élet értelme az mindig olyan
életcél megvalósítása, amit neked meg kell ebben az életben valósítani, különben hiába születtél le, még akkor is, ha van 8 gyereked, érted? Akkor is hiába születtél le. Ami azt jelenti, hogy semmi gond, következő életben a mostani karmáidat továbbvive, amit most létrehoztál ebbe az életedben, szépen kapsz egy másik küldetést, amiben benne lesz ennek az életnek a küldetése is. Oké? Magyarul kapsz egy kis nehezítést. Nem büntetést, nehezítést. Hát ha a következő életedben a több nehézség véget, többet tanulsz. Mert ugye minél kevesebb a nehézségünk az életünkben, mondhatjuk azt, hogy problémánk, annál kevesebbet tanulunk. De hát ugye mit csinál a legtöbb ember, aki lesüllyed szellemileg és anyagilag? Mit csinálnak ők? Siránkoznak, hogy jaj, de nehéz az életem. Hát örülj neki, hogy nehéz, de sokat tanulhatná belőle. Ha könnyű lenne az életed, mit tanulnál belőle? Vagy már olyan késztetés sincs benned, hogy a nehéz életet, az életedet könnyűvé kéne tenni? Hát egy nehéz életet hogy lehet könnyűvé tenni? Nagyon egyszerű. Ha van tudásod arra, hogy a problémáidat, a nehézségeidet megold. Ilyen egyszerű. Vagy rosszul látom? És ha te úgy látod, hogy ó, hát neked fantasztikus életed van, neked nincsenek nehézségeid, majd a következő hónapokban, években lesznek. Ne aggódj, hogy nincsenek problémáid, jó? Lesznek. Oké? Olyan világot élünk, ahol az imént elmondtam. Leviszik az embereket szellemi és fizikai mélységekbe. Tudod miért? Mert az ember, ha lekerül egy szellemi és fizikai mélységbe, akkor vagy meghal, magyarul feladja az életet. Vagy azt mondja, hogy na, valami mást kellene csinálni, mint eddig az életemben, mást kellene gondolkodni, más kellene cselekedni, másként kellene gondolkodni, másként kellene cselekedni, és azt mondja, hogy na jó, akkor Istenem segíts! És tudod, mit csinál olyankor az Isten? Az Istened, mert ugye nem azt mondod, hogy Istenünk segíts, hanem azt mondod, hogy Istenem segíts, az a tied. Érted? Mindenki ezt mondja, nem többes számba mondjuk, hogy Istenünk segíts, hanem Istenem segíts. Tehát hozzáfordulsz az Istenedhez. És tudod, mit csinál az Istened? Úgy segít, hogy megnyitja előtted az információ lehetőségét. És az nem jellemzően, az nem azt jelenti, hogy megnyitja neked a Facebookot. Nem, nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy eléd rak fejlődési lehetőséget. És onnantól kezdve a döntés a tied, hogy élsz a fejlődési lehetőséggel, vagy nem élsz. Ha nem élsz, akkor még egyszer-kétszer megkísérlik ezt. Azt utána azt mondják, hogy na, ez reménytelen, akkor minek él egy reménytelen ember? Mert ugye mindig
a remény hal meg utoljára. Tehát ha egy ember átmegy reménytelen státuszba, akkor onnantól kezdve minek éljen tovább? Logikus, nem? Tehát ezt se kell elhinni. Csak tudod, mi a baj? Meg fogod tapasztalni, hogy ez így van. És így jársz. Amiket elmondok a jövővel kapcsolatban, még sose kellett visszaszívni. Ez a probléma. Ez nem probléma. Hála Istennek, hogy így van. Rád nézve probléma. Oké? Hát mondom még egyszer, nem kell nekem, hogy higgy. Ha meg akarod tapasztalni, mert megtapasztalod. Oké? És akkor mondhatod az is, hogy hát nem tetszik a stílusod, ahogy előadod ezeket a dolgokat. Jó. Nekem van egy stílusom, de ilyen lélekcirógató stílusom lenne, akkor tudod mit? Mi maradna meg belőled ebből? Semmi. És tudod milyen változást hoznék létre benned? Semmit. Gondold végig, 35 évvel ezelőtt kezdtem el emberekkel foglalkozni. Elég jól kitaláltam, hogy milyen stílus kell az emberekhez. Érted? Ami azt jelenti, hogy elég sokat kellett ahhoz gyakorolnom, hogy kitaláljam, hogy mi az, ami leginkább működik. Világos ez? 35 év alatt. Nem hiszem, hogy te jobban el tudnád ezt mondani nekem, és meg tudnád csinálni, vagy csináld utána. Oké? És akkor ugye mondhatod azt, hogy ennek a Miklósnak, ennek nem, nem Miklós, ennek a Szedlacsiknak mekkora egója van. Csak tudod, az a baj ezzel kapcsolatban, hogy akik ismernek, azok tudják, hogy én az egómat akkor korlátozom, amikor akarom. Egy, kettő. És azt is tudják, hogy ez nem egó, hanem ez kommunikáció. Tehát amikor rólam beszélnek, vagy én magamról beszélek, és az eredményeimről van szó, akkor azok valós eredmények, és nem kitalált. És ha egy ember a saját eredményeiről tud beszélni, és avval nem henceg, hanem abból a célból mondja, hogy mások esetleg hátha tanulnak belőle, akkor az nem az ego, hanem az egy módszer. Világos ez? Tehát ha én egóból beszélnék, akkor nem adnám át mindent, amit tudok. Érted? Tehát mindent. Tehát mindent átadok. Egyszerre képtelenség átadni a tudást. Ezáltal fokozatosan, ugye lépésről lépésre adom át. De mindent. Ami annyit jelent, hogy ezt egóból csinálnám, akkor tudod, mit csinálnék a tudással? Megtartanám magamnak. Érted? Azt csinálnám. De én világ életemben olyan voltam, hogy szívesen segítettem embereknek. Tehát volt bennem egy ilyen érzés mindig. Megvédtem a gyengébbeket, szó szerint, gyerekkoromban. Felemeltem a szavamat az igazságtalansággal szemben, mindig, még a katonaságban is, érted? Jó, ezért sokat szívtam.
tudod, mint a torkos borz. De nem bántam meg, érted? Nem bántam meg, meg akartak vásárolni, nem tudtak. Én tudom azt, hogy nem kell a sok pénz, tudod mi kell? Elég pénz, ennyi, nem sok. Szóval itt vagyunk egy világban, jöhetnél ide tanulni, ha akarsz. Oké? Vagy akarnál. A legkedvezőbb feltételek mellett tudnál ezt megcsinálni. Mi szívesen fogadnánk. Rengetegen tanulunk itt, hiszen Magyarország legnagyobb ilyen szellemi és fizikai tudást átadó szervezete vagyunk. Oké? Tehát a legnagyobb. Tanulhatnál te is itt, fejlődhetnél te is itt, és az életed összes területét megoldhatnád itt velünk együtt, közösen. Ahol olyan emberek vannak, akik etikusak, akik szeretik egymást, akik jól érzik magukat egymással. Most gondold végig, most volt egy szilveszter, 19 órával ezelőtt, most már több, 10-20 órával ezelőtt, és mégis tele van a termünk. És ugye nézegetek a Skype-on is, ugye, mert Skype-on ugye látom a vezetőknél az összejöveteleket, ott is ugye szép számmal vannak, úgy, hogy ünnep van, az év első napja, és még egyszer mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok, és használjátok azokat az információkat, amit most hallottatok tőlem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsi Miklós Mesterkósnak ezt a csodálatos és nagyon informatív képzést. Megint csak gondolkodóba estem, hogy eddig mi az, amit biztosra gondoltam, hogy tudom. Hát vannak megint csak új információk, és aki most először látod a ezt az díjmentes előadást, vagy már többször hallottad, az csak abba gondolj bele, hogy ha ilyen információk elhangzanak díjmentesen, akkor mi lehet a ezután következő coachképzésbe, ahol konkrét információ, konkrét módszereket és technikákat tanulhatunk. Életem egyik legjobb döntése volt az, hogy elkezdtem itt tanulni a Nyílt Akadémiánál. Pont számolgattuk, hogy ebben a hónapban 5 éve, az 60 hónap. És egy cseppet se bántam meg, sőt, aki még nem tudja, annak most információ, hogy ez a képzés nem csak arról szól, hogy tanulunk, technikákkal kapunk módszereket, hanem konkrét kézzelfogható diplomát is kapunk. Eddig úgy volt, hogy 36 hónap után kaptunk diplomát, azt meg is kaptuk, körülbelül 36, és akkor el lehet dönteni, hogy valaki tovább tanul, vagy abba hagyja. Nekünk eszünkbe nem jutott, hogy abba hagyjuk, sőt, nem is egyszer se jutott eszünkbe, ezt abba hagyjuk, mert ez egy életre szóló tanulás, egy képzés, ugyanis ahogy fejlődünk, mindig új információkra van szükségünk, ez soha nem fog elfogyni. Ezért javaslom neked, hogy ha most azért akadtam el, mert eszembe jutott a képzés a előadásra kapcsolatba, hogy teljesen egybevágott a témája most azzal, ahogy én éltem korábban. Egész gyerekkoromtól kezdve folyamatosan kerestem azt, hogy miért vagyok itt, mit csinálok én itt ebbe a világba. Szerintem akik hallgatjátok, több mint 90%-a ugyanígy gondolkodott gyerekkorában, hogy mi a bánatot keresek én itt, miért vagyok itt, miért nem érzem folyamatosan jól magam, mi az, ami miatt nekem szenvednem kell, hogyha megbántanak, vagy időzelőbb beléd rúgnak, vagy elnyomnak, vagy bármi. És folyamatosan kerestem, hogy ez nem lehet az, hogy csak ennyi az egész. És most pont erről beszélt mesterünk, hogy itt valami más is van az emberrel kapcsolatban. Úgyhogy javaslom neked, hogy egy percig ne habozzál,
hogyha benned is voltak ilyen gondolatok, és ha eleged van abból, hogy fölöslegesen járod a köröket, elmész ilyen-olyan képzésre, ilyen-olyan tréningre, egynapos, egyhetes, egyhónapos, teljesen mindegy. Mi is voltunk párommal több ilyen képzésen, hát kaptuk a nagy semmit. Persze azt gondoltuk, hogy hű, de okosak lettünk, meg milyen jó lesz, viszont hazamentünk, és eltett egy-két hét, és rá kell dönteni, hogy ugyanazt csináljuk, mint előzőleg. Egy lépéssel se haladtunk előbbre. Nyilván az egónknak jót tett, hogy ilyen-olyan spirituális képzésen részt vettünk, de rájöttünk, hogy konkrétan nem változott az életünk semmit. Tehát ezért javaslom neked, hogyha te is így gondolkodtál, akkor próbáld ki. A képzések ára, én mindig azt akartam mondani, hogy apró pénz, ez valóban így van, sőt, körülbelül négy éve volt a tandíj emelés, azóta ugyanez a tandíj elérhető még most, egy darabig, ugyanis most akciósan el tudod kezdeni a képzést 19.700 forintért, első hónapban, utána 9.800 forint, ez valóban ehhez a hatalmas, méretetlen tudáshoz képest apró pénz és elenyésző. Ez biztos vagyok benne, hogy minden háztartásban megmarad havonta ennek többszöröse is, amit hát úgy gondolja az emberi el kell tapsolni, akkor valamire elköltjük, viszont ide költöd-e idézőjelbe, akkor teljesen magadba fekteted be, és csak előre fogsz tőle jutni az életbe. Másik dolog is eszembe jutott, amíg az előadást hallottam, hogy most már mondhatom, hogy 5 év alatt rengeteg olyan emberrel találkoztam, aki meghallgatta a díjmentes előadást, és azt mondta, amikor kérdeztem tőle, hogy na mennyire tetszett, hogy na akkor kipróbálnod a képzést. És akkor azt mondta, hogy hát minek ez neki, amikor ezt az információkat ő tudja. És akkor azt mondom neked, hogy örülj neki, hogy tudod, és akkor annál inkább gyere ide, kezd el a képzést, mert akkor, ha ezt tudod, akkor biztos lehetsz abban, hogy te is jó ember vagy, és hasonlón gondolkodsz. És akkor gyere ide azért, mert itt hasonló gondolkodású emberek fognak körülvenni, és innen csak fölfel fogsz teljesíteni. Tehát ez én mindig úgy szoktam ezt fölfogni, ez egy lépcsőfok, egy dobbantó a még nagyobb szellemi tudás eléréséhez. Tehát, hogyha ezt ismerted, amit most hallottál például, akkor nagyon örülj, és azért gyere ide tanulni. Tehát ne azért ne gyere ide, mert ezt tudod, hanem pont azért gyere ide tanulni, mert ilyen gondolkodású emberek között fogsz lenni. Ebbe biztos vagyok, mert én megtapasztaltam. A küldetés, ami elhangzott, ez megint egy nagyon sarkalatos pont, és ha te most nézze az előadást, és hallgatod Szedlacsi Miklóst, most meg engem, akkor, hogyha te is gondolkodtál ezen, hogy mi vajon a küldetésed, akkor itt fogod megtalálni, sehol máshol. Sehol máshol, ahol konkrétan megtudod, hogy mi a küldetésed, és azt is megtudod, hogy konkrétan mit tudsz vele kezdeni. Mert az egy dolog, én is voltunk párommal több helyen, ahol elmondták, hogy na ez a küldetésed. Nyilván nem ilyen részletességgel, viszont azt nem, hogy azzal mit lehet kezdeni, sőt, mit kell kezdeni, mi a dolgunk a világban. Mert az édes kevés, hogy megkapod, zsebre teszed, vagy fölüldöd papírra, és akkor mész dolgozni a multiba. Ez semmi. Tehát igazából tudni kell azt, hogy azzal mit kell kezdeni. A küldetéssel, sors, misszió, sok minden megfogalmazás létezik. Úgyhogy azt javaslom neked, hogy ne habozzál, gyere, próbáld ki, semmit nem vesztesz vele, sőt, ha csak egy-két hónapra jössz ide, akkor is már hatalmas értékű tudást kaptál, úgyhogy gyere. A szünet után önbizalomteremtő coachképzésünk folytatódik, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételettel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik, és aki interneten néz minket és új tanuló, annak mondom, hogy ilyenkor át kell lépni a másik menüpontra, a coachképzés menüpontjára, amit, hogyha megnyitod az oldalt, rögtön egy kék színű csík, ami egyben egy gomb is, azt megnyomva éred el 30 perc múlva, tehát 18 óra 25-kor. Várunk vissza!